Állandó változásban, állandó fenyegetettségben kell termelniük a magyar gazdáknak, ez jellemző ezekben az években a hazai mezőgazdaságra, mondta a parlament alelnöke, a MAGOSZ elnöke. Jakab István, mint az esemény fővédnöke vett részt a Baranyai Agrárnapon Pécsett. A szomszédunkban háborúdul, az a kereskedelmünket alapjaiban meghatározza áratra, nagyon durván hat. Két évvel ezelőtt szenvedtünk el egy hatalmas asszályt, 1000 milliárd, most már túl vagyunk az 500 milliárd veszteségen ebben az esztendőben. Azt gondolom, hogy a klíma erősen megváltozott, meg kell találnunk az új megoldásokat, meg kell találnunk azt, hogy végre egyeztetett álláspont alapján, egy egységes nemzeti stratégia alapján mindenki álljon úgy a problémákhoz, hogy közösen tudjuk megoldani, közösen találjuk meg a megoldást. Jakab István azt mondta, a gazdák megkapják a nekik járó támogatásokat. A kormányzat továbbra is biztosítja az ágazat igényeihez az anyagi támogatást. Ezen kívül szakmai segítséget vehetnek igénybe ügyeik intézéséhez. A források abszolút mértékben az igényekhez igazodóan biztosítva vannak. A kormány a 80%-os nemzeti kiegészítést biztosította, ebből egyetlen fillért el nem vontak, tehát gyakorlatilag forrás rendelkezésre áll. Az ígért pályázatok már lényegesen nagyobb mértékben kerültek meghirdetésre, mint amit azt jelezték az adott határidőre. Tehát a pályázatok kiírása kerültek nagy részt, időarányosan nagyon rendben vagyunk, ugyanakkor forrás van, a bankok készen állnak, és azt is meg kell említsem, hogy a falugazdás szaktanácsadó hálózat pedig mindenben áll a gazdák rendelkezésére. Az elnök elmondta még, hogy a növénytermesztés mellett az állattenyésztésben is figyelembe kell venni a klímaváltozást. Így ma már a téli fűtés helyett a nyári hűtés kérdése került középpontba, hiszen a fellépő hősokkok az állattartásban szintén gondot okoznak.